Ezeknek az épületeknek a tövét még hullámok nyaldosták az 1980-as években. Ma már 100 méterre ide a vízpart. A Dél-Balkánon járunk, a Prespató Görögország, Albánia és Észak-Macedónia hármas határán található területe, mintegy 260 négyzetkilométer, gyorsan csökken, tavaly óta drasztikusan. A vízszint csökkenésével a part legalább 35-40 méterrel húzódott vissza, 2018-tól mostanáig a korábbi állapothoz képest, mutatja az egyik helybéli a tó Észak-Macedón szakaszán. Az Észak-Macedón Meteorológiai Intézet emelkedő hőmérsékleti értékeket mér, a szakember szerint ez a fő oka a vízszint csökkenésnek. A Prespató alacsony vízszintjét több természeti tényező eredményezi. Az elmúlt időszak szeles, száraz klimatikus viszonyai okozzák, állítja a hidrometeorológus. A csapadék szegény tél és az egyre forróbb nyarak jellemezték az előző 2-3 évet. A tó zsugorodása tovább szűkíti ennek az egyébként is szegény régiónak a társadalmi-gazdasági lehetőségeit. A turizmus itt húzó ágazat volt. Boskó egy strandbár tulajdonosa. Nem valószínű, hogy a Prespa és környéke a közeljövőben fejlődésnek indul. A tó gyorsan húzódik össze, a strandon az iszap marad vissza. Az emberek elmennek. Aki mégis idevetődik, megnézi, mi a helyzet, majd gyorsan odébb áll. A helyi civil szervezet is aggódik, és gyors kormányzati beavatkozás sürget a folyamat megállítása, visszafordítása érdekében. Ez állami probléma és hatáskör, mivel három ország közös egységes megközelítése és cselekvése jelenthet csak megoldást. A kormányzat már több háromoldalú megbeszélést kezdeményezett, de csak tervek készültek és elégtelen intézkedések történtek. A helyzet jól mutatja, ezek álmegoldások. A Prespató állapotát elnézve semmit sem érnek, állítja a civil szervezet képviselője. Az Euronews helyi tudósítója is arról beszél, olyan ökológiai katasztrófáról van szó, amit a tóvízén osztozó három ország együttműködése tud csak orvosolni. Ám ez egyelőre hiányzik.